Kedves nézőink, a mai konkrét vendége Velekei László, a Győri Balett művészeti vezetője, mert egy nagyon fontos szakmai díjat kapott, de nem csak a szakmai díjról beszélgetünk majd, hanem egyéb programokról, rendezvényekről. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, nagyon sok a program, tehát mindenképpen kezdjük ezzel a szakmai díjjal, kiadta ezt, és mennyire fontos ez számodra. Jó estét kívánok, én is köszöntöm a kedves nézőket. A Magyar Táncvenyszeg Szövetsége idén engem terjesztett fel a legjobb alkotói díjra, és meg is, meg is, kaptam ezt, és hatalmas nagy megtiszteltetés, és nagyon fontos díj az életemben. De ha megállhatok itt egy pillanatra, hisz az, szeretném már mondani, minden díjnál egy kicsit meg kell állni, és körül kell nézni, hogy miért is történik ez, ez, az emberrel, és kik azok az emberek, akik körülveszik, akik nélkül nem juthatott el idáig, és nagyon fontos, hogy köszönetet mondjak nekik. Elsősorban persze természetesen családomnak, Kis János igazgató úrnak a lehetőségekért, alkotótársamnak Csepi Alexandrának, de ez egyik legfontosabb a táncosoknak, hisz, hisz az alkotói egy alkotó nem lehet a múzsái nélkül, nem tud kiteljesedni. Egy szobrász is, ha nem jó az anyag, és nem tudja formába ölteni, akkor az ő elképzelése semmit nem ér. Az én művészetem a győri Balett táncosai nélkül semmit nem ér. Tehát ez a díj nem csak nekem szól, hanem mindezoknak az embereknek is, akik engem körülvesznek. Mondhatjuk azt nyugodtan, hogy 2015-ben szinte minden sikeres volt, amit színpadra állították. Igen, Mi az ami neked nagyon fontos volt. Ugye az utolsó két darabom a Nebáncs és a Terem. Mind a kettő egy picit, ha fogalmazhatok úgy, egy kicsit megosztó darab. Az egyik a témájából adódóan a Nebáncs, ugye a családom belüli erőszakról, a másik szól, a másik pedig a Terem, egy picit ilyen szatirikusabb, könnyedebb zenét használó, közönséghez szóló darab. Mind a kettő egy. Picit, ahogy amit próbál eredeti lenni, de próbál felkavaró lenni. És ez nagyon fontos az én művészetemben, hogy nem öncélú eszközöket és nem öncélú táncot keresek, hanem mindenképpen párbeszédet szeretnék folytatni a közönségünkkel. Én azt gondolom, hogy ez sikerült. Természetesen meglepő volt de egy ilyen világhírű együttes, mint a Győri Balett életébe, az a minimum, hogy valami ilyesmivel kell előállni. Mennyire más külföldön a fogadtatása a különféle különleges daraboknak, és Magyarországon van különbség a közönségben? Mert ugye hát nyilván örömmel mondhatjuk, hogy a Győri Balett most már folyamatosan túlnézik külföldön is. Igen talán szerenytelennek fogok tűnni, ha azt mondom, hogy mind külföldön, mind Magyarországon a Győri Balett fogadtatása mindig, mindig hatalmas sikerre jár és hatalmas érdeklődés kíséri, tehát nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, ezért persze kőkeményen megdolgozunk. Annyi, annyi talán, hogy a magyarországi közönség még néha igényel bizonyos húzóneveket, uh, húzó neveket, vagy egy húzó zenét, egy, egy, vagy, egy, vagy egy, egy, olyan történetet, ahol, amire az emberek felkapják a fejüket, és azt mondják, hogy bejövünk -e erre az előadásra, hogyha mondhatok egy példát, hogy például a Zorba a görög, hogy, hogy tudunk nyitni egy olyan réteg felé, aki, aki jó, ez biztos, ez biztos, hogy nem csak azért jövök el, mert tudom, hogy a Győri Balett előadását élvezni fogom, hanem egy olyan történet és tudok azonosulni, amit ismerek, hisz a legnagyobb ö, ö, sztereotípia a győ, a, nem a győri balettel, hanem a tánccal, hogy Úristen, nem fog érteni. Én szeretnék ebbe beleállni és megváltoztatni ezt a, ezt a szemléletet. Azt gondolom, hogy az emberek jöjjenek el elsősorban a győri balett miatt, és minden este meg fogjuk őket lepni egy különleges előadással, ezt garantálom. És a Terem és a Nebáncsi is mind a kettő, egy egy mai korra tükörképet vetítő történet, amit bátran vállalok, és azt gondolom, hogy ha ennek a része se tud lenni a közönség, akkor egy idő után még jobban el tudja fogadni, hisz, hisz, az ő élete része is mindez, amivel a Győri Balett foglalkozik. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy a cselekményes balettnek a megőítását hiszek ebben, és eddig, hál, eddig hál' Istennek ezek a díjak is megerősítettek abban, hogy jó úton járunk a művészetünkkel állandóan kell kísérletezni, de mégse szeretnék így fogalmazni, hisz a Győri Balettnek akkor a közönsége van, hogy nem tehetjük meg azt, hogy kitesszük őket egy olyan előadásnak, ami esetleg kísérleti munka jelleget ölthet. Nekünk mindig sikeresnek kell lenni. Természetesen, mint minden más művészeti jág, a milyen kis szubjektív. Tehát valaki jobban tud azonosulni ezzel az előadással, valakinek a másik tetszett jobban. Ez természetes, ezt, ezt el kell fogadnunk. De azt gondolom, aki, aki figyelemmel kíséri a munkásságomat, az világosan látja, hogy én számomra nagyon fontos, hogy az összművészeti előadást teremtsek, hogy, hogy a nézők lássák, hogy a más művészeti ágok hogyan hogyan hatnak rám, hisz a teremben is megszólalnak a táncosok. Nagyon sok például vetítést alkalmazok a, például a nebáncsban. Tehát ez nagyon-nagyon fontos számomra, vagy, vagy olyan alternatív lehetőségeket keresek a táncművészet bemutatása, mondjuk mint a táncfesztiválon, mondjuk egy tetőtánc, vagy egy leviszem, leviszem a mély garázsba, hogy ott egy kicsit más formát, más testet tudjon önteni a művészetünk. Ezt nagyon fontosnak tartom, Hisz állandóan annyi hatás éri ma az embereket, annyi, annyi vizuális hatás, technikák, amivel föl kell vennünk a kapcsolatot. És szerencsések vagyunk, mert egy olyan érték, egy olyan egyetemes érték van a, a, a kezünkben, mint a táncművészet. Úgyhogy innen, ha úgy fogalmazhatok úgy, nekünk az a feladatunk, hogy ne roncsuk el. Az elmúlt években jellemző lett, hogy, hogy kisebb kisebb darabokról beszélhetünk, akár 20-25 perces vagy még rövidebb etűdök, ez is jellemző a munkáságad. de ez, ez direkt van így, hogy inkább, inkább talán könnyebben emészthető egy 20-25 perces vagy akár egy 10 perces darab, és utána jön egy éles váltás. Ez egy nemzetközi tendencia, hogy a nagy együttesek is összeraktak kisebb etüdőket. Ezek nagyjából szimfonikus balettek, ami inkább egy életérzésről, egy gondolatiságról, vagy a testek játékáról szól. Az emberek igazából a fizikalitást látják ezekben az előadásokban, és egy összbenyomás éri őket. Lehet, hogy teljesen máshol van ő az alatt az előadás alatt, átjön ennek a, ennek a hihetetlen fizikalitása, és úgymond egy flow érzés, tehát így csak így egy áramlék és részese lesz mindannak, ami történik velünk. Nagyon fontosak az ilyen előadások, van ennek prózai okai is ezeket. Ezeket az előadásokat nem a teljes nagy együttessel e, csináljuk, hanem azt mondom körülbelül 12-15 emberrel, és ezt kisebb színpadokon is elő tudjuk adni, tehát még jobban tudjuk vinni a Győri Balett hírnevét, hírnevét, hisz a, a monumentális produkcióink, amire hatalmas nagy szükség van. E, például a következő premierünk a Vámos György által koreografált és Júlia, például hatalmas nagy díszlettel hatalmas nagy e, e, előkészületekkel jár, viszont azt, hogy azt a produkciót ki tudjuk mozdítani, ahhoz minimum kell egy művészetek palotája. Én azt gondolom, hogy a mai világban nem engedheti meg magának semmelyik együttes azt is, hogy esetleg egy vagy két színházra koncentráljon, hisz szerencsések vagyunk, olyan sok meghívásunk van, hogy nem tudunk eleget tenni, és ilyenkor Kis János igazgató úr elkezd csakkozni, hogy hova tudunk vinni esetleg kis produkciót, hova tudunk vinni nagy produkciót, és akkor így is tudjuk örökbíteni a Győri Barát hírnevét. Nézzük akkor már ezeket a felkéréseket. Például az egyik legnagyobb kaliberű személyiségtől érkezett Berlinből. Milyen a története? Igen. Uh még azt hiszem két évvel ezelőtt részt vettem egy az Impulse elnevezésű rendezvényen, kint Bécsben egy versenyen, ahol a zsűri elnöke Vladimir Malakhov volt, ő egy világhírű táncos, hogy esetleg tudjak segíteni a kedves nézőknek, ő, ő, olyan lehet mondjuk, mint a színművészetben Al Pacino, tehát egy akkora, akkora világsztár, és Neki nagyon megtetszett a koreográfiám, és akkor meg is hívott rögtön, aznap, aznap még meghívott, megkaptunk egy meghívást Berlinbe, hogy a Vladimir Malachov és barátai, ez egy, ez egy gála, ami a világban utazik, hogy lépjünk fel. És a napokban kaptam a hírt, hogy Berlinbe kerül sor újra megrendezésre erre a gála műsorra, és újra azt kérte, hogy koreográfáljak, és hihetetlen ez a bizalom és hihetetlen megtiszteltetés. Kérdeztem, hogy Úristen, kell -e előre küldenünk valami anyagot, hogy mi lesz, hogy be tudják szerkeszteni a műsorba, és annyi választ kaptam, hogy nem csak azt szeretném, hogy alkos valamit. És erre teljesen új alkotás fog készülni, új premier bemutató lesz Berlinben. Mivel ez egy gála, tehát 3-4 percet tudok vinni, én egy padődőt fogok oda vinni, de nagyon fontos mind a győri balett, mint az én életemben egy ilyen nemzetközi megjelenés, és hatalmas nagy elismerés ez is megjelenés, nemzetközi megjelenés lesz hétvégén is, erre már készültök, Final Four. Igen, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a társulat sokszínű legyen, és, és Győr várost minél több helyen tudjuk képviselni, Ilyen lesz például a hétvégén megrendezésére kerülő kézilabda döntő a Final Four, aminek a nyitósóját és a, a, a zárosóját is mi csináljuk. Ez egy teljesen más, teljesen új kihívás, a Quantum XXL Hip Hop csoporttal együtt fogunk dolgozni. Nagyon várjuk, ez egy új világ a táncosoknak, nekünk is, de azt gondolom méltóan helyet tudunk állni. Aztán török tovább az élet, rögtön utána a művészetek palotájában lesz előadásunk, aztán elutazunk Varsóba, aztán amikor hazaértünk, jöhet Bruno, bruno is a generációk estünkkel, Kármina Buránával és a Boleróval fogunk fellépni, és utána már is készülünk a 12. Magyar Táncfesztiválra. Igazgató úrral mindig szoktuk mondani, hogy na ez a hónap nehéz, és majd a következő könnyebb lesz. Hát augusztus 21 óta ezt mondjuk, talán majd június 16-án, amikor a Tokai Fesztiválon fellép a Győri Balett, és ott kitör a nyári színet, akkor fogunk csak kiengedni. Akkor a Győri Balett és velek egy László, sosem unatkozik, mondhatjuk ezt. Nem, az biztos, én nem unatkozom. További fellépésekhez és díjakhoz sok sikert kívánok. Nagyon köszönöm, köszönjük. hogy itt voltál velünk. Kedves nézőink, konkrét természetesen pénteken és lesz, akkor is nézzenek minket. Viszontlátásra! A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.